2016-ban jött létre a Tolnamegyei Foglalkoztatási Paktum projekt. Ennek célja a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás növekedése, emelte ki az ügyvezető. Ezeket a vállalkozói fórumokat a Tolnamegyei Paktum projekt keretében rendezzük és végezzük, amelynek az a célja, hogy a megye járásonként mikro, kis és közepes vállalkozóinak a tulajdonosai képviselővel egyeztessük azokat a lehetőségeket, amelyek a megye számára vannak a Paktum projektben, hogy segítsük a munkájukat, ezáltal a megye gazdaságának fejlődését. Egyébként maga a Paktum projekt, ami most zárás, és tulajdonképpen erről is beszélünk, és várjuk a jövőben az új Paktum projekt megnyitását, azt a célt szolgálta, és úgy érezzük, hogy ez teljesült is, nagy vonalakban országosan is, hogy a gazdaság, tehát a tömről szól a gazdaság fejlesztése, a lakosság életszínvonalának növelése, foglalkoztatási színvonalának emelése. Tehát ezek az alapvető célok, amely kiírták ezeket a foglalkoztatási projekteket országosan is, így Tolnamegyére is, ami most itt teljesül. Természetesen ezek a nagy globális célok lebontva, hát részfeladatokká, amely által tudott teljesülni a Tolnamegyei Paktum projekt. Ezek a konzultációk nagyon hasznosak voltak. Most a negyedik ízbe csináljuk és járásokként tartjuk. Az elmúlt héten Tamásiban találkoztunk, a térség jelentősebb kis, közepes és mikrovállalkozásaival, mert mi is valljuk azt a szemléletet, hogy ezek a vállalkozások igazából a gazdaság motorjai, és az ő véleményük, tapasztalatuk, kéréseik, állásfoglalásaik segítik ezt a tevékenységet. A program teljesítése során szükségessé vált egy irányváltás a vállalkozások felvetése alapján, mely szerint a legnagyobb probléma a szakképzett munkaerő hiánya volt. Nyilván, hogy egy része pótolható a munkanélküliekből, de ez egy korlátot jelent, mind mennyiségileg, mind szakmailag. Tehát rájöttünk, ami kvázi nem volt nehéz, partnereinkkel közösen, hogy igazi megoldás a gazdaság fejlesztésében és itt ezeknek a szervezeteknek a segítésében, hogyha próbáljuk orientálni a fiatalokat arra, hogy szakmát válasszanak, válasszák a szakképzést, tehát egy tervszerű, folyamatos, modern tudással rendelkező fiatal szakmunkás technikusi állomány álljon a megye rendelkezésére, a megye vállalkozásnak a rendelkezésére. Ezen dolgozunk, aminek igazából partnereinkkel együtt azt az értelmét is látjuk, hogy több éves stagnálás, illetve csökkenés után az elmúlt évben lényegesen többen, jócskán 10% fölötti emelkedéssel választották a szakképzést, ami köszönhető annak, hogy az elmúlt évben megjelent az új szakképzési törvény. Az abban rejlő lehetőségek összehasonlítatlanul jók és távlatilag is olyan életpályát biztosítanak a fiataloknak, ami korábban elképzelhetetlen volt. A Tolnamegyei Foglalkoztatási Paktum kiemelten foglalkozik a hátránnyal élők visszavezetésével a munkavilágába. Ebben pedig fontos szerepe van a Tolnamegyei Szakképzési Centrumnak, hangsúlyozta a kancellár. A gazdaság működésének az egyik alapja, hogy megfelelő képzettségű szakemberek legyenek, és hát a szakképzési jogszabályok szerint pedig szakmát csak iskolában lehet szerezni, illetve az iskolák nagyon sok olyan szakképesítést is tudnak továbbiakban adni, ami nem a szakmai jegyzék szerinti, és hát így tudunk csatlakozni egyik oldalról. A másik oldalról meg ugye eddig is vannak nagyon erős csatlakozási pontjaink, hiszen a duális partnereink az teljes körülön a vállalkozói kör, és a vállalkozások, cégek köre, tehát ezeket erősítjük most is. Meglehetősen jelentős számú a duális munkaszerződés. Megyei szinten nagyon magas számot tudnék ma, vagy tudok mondani arányaiban is, tehát ez azt jelenti, hogy 90% feletti azon tanulók számára vetítetten, akik érintettek, és már lehetőségük nyílik ezt megkötni. És azokat a visszajelzéseket kapjuk, hogy ez egy izgalmas, más típusú képzés, sokkal inkább együtt kell működni az iskolákkal, és ez meg olyan szempontból nagyon jó, hogy közvetlenül mi is érzékeljük az igényeket, a visszajelzések direkt bejönnek, és ha kell, akkor azonnal be tudunk avatkozni. A szakképzési rendszer átalakítása az a gazdasági fejlődésből, a magyar gazdaság fejlődéséből kellett, hogy következzen, és abból is következett, hiszen a szakképzett munkaerő mindig is igény volt, és mindig is szükség volt.
és az átalakítás során egy sokkal rugalmasabb rendszer alakult ki, elsődlegesen a felnőttek tekintetében, de a tanulók tekintetében is egyébként abban a formában, hogy megváltoztak a tananyagtartalmak, megváltoztak a duális képzésre vonatkozó szabályok, amik sokkal inkább a gazdasági igényekre vannak figyelemmel, és ezeket kell lekövessük. Megjelentek hasznosak tartják a kerekasztal beszélgetéseket, ahol a tájékozódás mellett problémáikat is felvehetik. Kódi Gyula dombovári vállalkozó, aki jelenleg 10 tanulót foglalkoztat a duális képzéssel kapcsolatban, osztotta meg tapasztalatait. Ugyan az interneten nagyon sok információhoz hozzájutunk, de azért így test közelből kapjuk a pontos információkat, észrevételt is tudunk tenni, ami valószínű, hogy fogok is tenni a képzéssel, duális képzéssel kapcsolatban. Tulajdonképpen egyrészt anyagi kérdés, nincsenek érdekelté téve a vállalkozások abba, hogy tanulókat foglalkoztassanak. Dombóvár kisváros, kicsik a vállalkozások, nem érdemes centrumot csinálni, viszont azok a kisvállalkozások, akik tanulóképzéssel foglalkoznak, elég sok nehézséggel küzdenek. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt a vírushelyzetig nagyon jól teljesítette az irányszámokat a munkanélküliség tekintetében, ami azt jelenti, hogy 10 000-ről 5 000 alá csökkent ez a mutató.